10 értékelt, följük a lapra, lenullázzuk és megint beszéljük. Egy perc van egy lövésre. A szabályok gyors ismertetését követően már kezdődhetett is a verseny. A Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Ady Endre Technikum és Kollégiumban lézerlövészetben mérték összetudásukat a diákok. A honvédelmi szakon tanuló Balázs Botond elsősorban a családi hagyományokat szeretné továbbvinni, katonai pályára készül. Azért indultam a versenyen, mert azt mondták, hogy jó buli és bizonyítani is szeretnék. Az intézményben első alkalommal hagyományteremtő szándékkal rendezték meg a rendhagyó versenyt. Ezúttal a Déli Agrárszakképzési Centrum Csapó Dániel mezőgazdasági technikum és szakképzőiskola rendész tanulóival mérkőztek meg az Ady diákjai. A megmérettetés két versenyszámot foglalt magába. A kollégáim azt gondolták, hogy a rendészeti és honvédelmi képzéssel szervesen összefüggő módon a lövészet az egy nagyon fontos tevékenység, és ugye a városban két iskola is folytat ilyen képzést, tehát evidens, hogy mind a két iskolának a helye itt van, és köszönjük, hogy elfogadták a meghívást a Csapó középiskolában is. Két-két csapat képviseli mind a két iskolát, és kétféle feladatot hajtanak végre a lézerpuskákkal. Azért is választottuk a lézerpuskát, mert mégis egy olyan fegyver, ami teljesen jól tudja imitálni magát a lövést, a lövésztechnikát, illetve magára a gyakorlás és versenyzésre is teljesen alkalmas, illetve biztonságos módon lehet megteremteni azokat a körülményeket, amik a versenyzésre szükségesek. Nagyon jó gyakorlás és nagyon jó megmérettetés, és azt gondolom, hogy izgalmas lesz mind a két résztvevőnek, mind a négy csapatnak, hiszen 12 tanuló versenyzik egymással a csapatban és egyéniben. Amit tudni lehet a pályáról, két részből tevődik össze. Van egy állóhelyből történő lövészet, ez 2x5 lövéssel fog zajlani, és van egy akadálypálya, ahol különböző akadályok mögül, mellől, alól, fölül kell majd leküzdeni a célt, ott összesen 15 lövése lesz a versenyzőknek. A végeredmény majd ezekből, illetve tehát a találatok számából és a találatok körettségéből fog összeadódni. Nagyon várjuk az eredményt, és nagyon, nagyon jó versenyzést kívántunk mindenkinek, bízunk benne, hogy mindenki élvezni fogja, és a következő alkalommal még több csapat tud majd részt venni ezen a versenyen. Az elismerés a verseny végén mindenkinek jár természetesen. Oklevélben és jelképes tárgyutalomban fognak részesülni a versenyzők. Folyamatosan versenyeznek a diákok. A rendészeti képzésnek ugye egyik alapja az, hogy a diákok folyamatosan versenyeznek. Mindenféle erőnléti, kitartás, béli, akár tanulmányi területen is meg tudják magukat mérni. Ez a rész ez eddig nem szerepelt így önmagában a versenyeken. Mindenütt van légpuska lövészet, ahol fizikai számok jelennek meg, de maga a lézerpuska még eddig nem volt résztvevő ezeknek a versenyeknek, és hogy önállóan egy lövészverseny szerveződjön, az még egyelőre eddig nem volt megvalósítható. Most elindulunk ezen az úton, és nem csak a lézerrel, hanem lesz rendes légpuska lövészetünk is, hiszen a lőterünkön ezt meg tudjuk valósítani. Az is egy izgalmas versenynek ígérkezik, az majd a következő fél évnek a történése lesz. Most erre koncentrálunk, hogy évzárásként egy reméljük, hogy egy jó hangulatú verseny kerekedik belőle.